Szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió nézőit és hallgatóit. Antal Ferenc Ildikó vagyok, a Passaiki Szent István templomból jelentkezem, ahol a holnapi búcsúra, első áldozásra és bérmálkozásra készülünk. Díszvendékünk Veres András püspök úr, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Szeretettel köszöntöm, püspök úr, és nagyon köszönjük a meghívást a templom és a közösség nevében, illetve most a rádió nevében is a beszélgetést. Ha jól tudom, ön csütörtökön érkezett, ugye most szombat délután van. Ez a két nap mivel telt, milyen benyomásokat gyűjtött, meg tudná velünk osztani? Igen, az érkezés napja az már egy elveszett nap volt, hiszen este lett, mire hazaérkeztünk. Másnap pedig a helybéli püspök úr volt szíves meghívni magához egy beszélgetésre, illetve egy ebédre. Ez volt a napnak igazi központi eseménye, majd pedig délután a helybeliekkel, akik az egész búcsút, elsározás, bérmálást készítik elő, velük volt egy ilyen programátbeszélés, hiszen már ma egy intenzív lelki készület folyik a gyóntatásokkal, szentségimádással, a táncosok már próbálnak, tehát minden már gyakorlatban folyik, mind abból, amit tegnap még elvben átbeszéltünk, hogy hogyan is és mit szeretnénk, mit szeretnének ők. És belelátott ezekbe a próbákba esetleg, vagy a gyónáson, mert mi itt voltunk, de nem tudom, hogy mi történt a színfalak mögött, hogy ebben már részt vett valamennyit, vagy majd csak holnap? Természetesen a gyóntatásra besegítettem, hiszen ilyenkor a helybéli atyának ez különösen nagy segítség, hogyha vannak segítői a gyóntatásban, és a hívek számára is, hiszen akkor nem kell olyan sokáig várakozni. Azon kívül pedig örömmel vettem részt a szentségimádásban, ahol a pici gyerekektől egészen felnőttekig, többen is, több korosztály képviseltette magát. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép, áhítatos előkészület arra, hogy amikor holnap idejönnek a szentségekhez járulni, akkor már egy kis lelki élmény, egy kis elcsöndesedés legyen bennük, hiszen ebben a rohanó világban már úgy látom, nem csak a felnőttek, a fiatalok, a gyermekek számára is gond, hogy beesnek egy eseménybe, és nem igazán tudnak lelkileg ráhangolódni, fölkészülni. Azt gondolom, hogy a mai esemény kellőképpen elő tudja készíteni a holnapi szép ünnepet. Igen, ezt szülőként is tanúsíthatom, hogy így van. 10 bérmálkozó és 16 első áldozó lesz, ez 26 gyerek, akik a szentségekhez járulnak, ami itt egy nagyon nagy szám. Mit üzen nekik? Nem szeretném elővételezni a holnapi beszédet, úgyhogy inkább akkor most, ami spontán eszembe jut, hogy mit lehetne még nekik kívánni. Azt gondolom, hogy számukra az, hogy ebbe a közösségbe, a magyar közösségbe járnak, ez meghatározó, hiszen itt a vallási élmények mellett egy olyan, talán mondhatjuk úgy, hogy a nemzeti kultúránkkal is összefonódó lelkületet is megismernek, amely ebben az egészen más világban, amiben itt élnek, egy sajátosságot, sajátos értéket hordoz, és kívánom nekik, hogy ezt a hűséget, amit eddig tanúsítottak a fölkészülés alatt, illetve ezek a gyerekek a magyar iskolába járnak, a cserkész csapatba járnak, a templomba járnak, hittanra járnak, mégis egy óriási áldozathozatalt jelent számukra, hogy a hétvégeiket ide szentelik, de hiszem, hogy ezzel ők erősebbek, gazdagabbak lesznek, és amit az előbb próbáltam megfogalmazni, ebben az egészen más kultúrában az ő keresztény lelkületük, kultúrájuk azt a sajátosságot hordozhatja, amit mi magyarok magunkének tudhatunk. Köszönöm. És akkor a másik része ugye a holnapi eseménynek maga a búcsú, Szent István nap, és hogyha ennek kapcsán is megfogalmazom, megint nem szeretném, illetve én örülnék, ha elárulná, de nyilván nem várom, hogy elárulja a holnapi beszédét, de hogy mégis a Szent István nap kapcsán mind a passzaiki közösségnek, mind hogyha már ugye a Bocskai Rádió is itt van velünk, akkor a diaszpóra közösségének mit tud üzenni, mondani. Ezzel kapcsolatban ugye Dolán püspök úr mondott most nemrég egy érdekes, illetve nem érdekes, inkább értékes gondolatot a magyar koronáról. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ön mit üzen ezeknek a magyar közösségeknek.
Itt még fokozottabban eszembe juttatja a Zsoltárost a Szent István napi ünnep. Otthon is gyakran megfogalmazódik bennem a Zsoltárosnak a gondolata, boldog a nemzet, amely ünnepelni tud. Itt idegenben egy maroknyi kis magyarság, ha ünnepelni tud, akkor boldog lehet, mert még magáinak tudhatja azt a kultúrát, amit mi magyarok büszkén igyekszünk megélni a világban. Otthon ez nem jelenthet gondot, hiszen minden föltétel megvan hozzá. Ők viszont itt az idegenben nagyon nagy kihívás előtt állnak, hogy a magyarságokat megőrizzék, de örömmel látom, hogy vannak, akik itt születtek, és mégis gyönyörűen, gyakorlatilag kifogástalanul beszélnek magyarul, tehát látszik, hogy ez lehetséges, és azt gondolom, hogy bármilyen korban, így napjainkban is, az nem semmiképpen sem elvetendő és nem illethető negatív megjegyzéssel, hogyha valaki így kitart a kultúrája, a nyelve mellett, mint itt is teszik, és máshogy is a diaszpórában. Sokszor a nacionalizmus vágyát olyan könnyen ráolvassák emberekre, akik a nemzeti kultúrát próbálják őrizni, akár odahaza, akár kisebbségben, diaszpórában. Ez nem, ez azt gondolom egy egészséges dolog. Tamási Áron jut eszembe, aki azt mondta, hogy azért vagyunk a világon, hogy otthon legyünk valahol benne, és azt hiszem, hogy ez nem csak a nemzetet és az országot jelenti, ahol mi magyarok élünk, hanem azt is jelenti, hogy ő magyarként bárhol a világban otthon tud lenni, hogyha ezt a kultúrát, ezt az értékrendet őrzi, hordozza, és hiszem azt, hogy nem kell egyáltalán szégyenkeznünk, hiszen Szent István egy olyan örökséget hagyott ránk, elég csak az intelmekre gondolni, de az egész mű, amit maga után hagyott, azt gondolom, hogy tekintetre méltó. Éppen tegnap a püspök ura beszélgetésben mutatta, hogy, ha jól emlékszem, ő a 12. püspöke az egyház megyének, és mondom, én a 77. vagyok, és azt mondja, hát miért, mikor volt alapítva az egyház megye? Mondom, 1000-ben. Teljesen megdöbbent, hiszen számukra egy olyan történelmi távlat, amit nehéz elképzelni, nekünk pedig valóság, és éppen ezért büszkének kell lennünk erre az 1000 éves kultúránkra, hagyományunkra, és ennek a letéteményesei azok a magyarok is, akik itt élnek, és remélem, hogy sokáig fogják őrizni. Köszönjük szépen. Hát ez a templom is ezt az 1000 éves szellemiséget idézi, azt gondolom. Még egy utolsó kérdés, hogy látja a magyarság, illetve a itteni magyarság, a diaszpora magyarság, az otthoni magyarság kapcsolatát is. Ez lehet egyrészt az egyház, azon belül, illetve a civil kapcsolatok. És ugye itt nem tudom nem megemlíteni, ugye, hogy a cserháti püspök úr utódját mennyire tudtom szerint várják az itteni püspökök is, hogy ezzel kapcsolatban mit Püspök urat tegnap temették el Magyarországon, mi is megemlékeztünk itt egy szentmisében róla. Azt gondolom, hogy az az örökség, amit ő maga mögött hagyott, ez mindenképpen tiszteletre méltó, és hiszem, hogy az utóda ezt megfelelően fogja továbbra is képviselni. De egy furcsa érzés van bennem. A kommunizmus ideje alatt egy ilyenfajta kapcsolódás a diaszpóra és az anyaország között lehetetlen vagy nagyon nehéz volt. Ma lehetséges lenne, és más objektív akadályai vannak, hogy ez a kapcsolat erőteljesebb legyen, hiszen ha az egyházra gondolok, kevés a papunk. Itt Amerikában is több magyar plébánia ezért szűnt meg létezni, mert nem tudtunk lelkipásztort küldeni. Ma már nincsen politikai akadálya, hogy ne tudnánk itt a magyar közösségek közösségként élni, de ez sajnos egy nagy hátrányt jelent, hogy nincsenek papok. Éppen ezért hiszem azt, hogy
a civilekre még nagyobb súly vetődik, és nagyon tiszteletre méltó a kormánynak az a törekvése, hogy küldenek ki ösztöndíj formájában tanárokat, fiatalokat, akik erre szívesen vállalkoznak, hogy a magyar kultúrát, történelmet segítsék őrizni az itteni közösségnek. Azt gondolom, hogy ez egy lehetséges út, és hiszem azt, hogy miután az egyház történelmét látva, a 2000 évet mindig láttuk, hogy nagyon hullámzó volt a hivatások száma, csökkenése, növekedése. Hiszem, hogy lesz a hivatások száma nagyobb is Magyarországon, hogy mikor ezt most megmondani nem tudjuk, viszont mindig vannak, akik Káron Ladikán át tudnak menni, és átviszik az embereket, hogy megőrizve ezt a kultúrát tovább éljen a magyarság itt is. Köszönjük, ez gyönyörű végszó, köszönjük szépen a beszélgetést, és nagyon szép áldott ünneplést kívánunk. Köszönjük szépen mindenkinek, és mindenkinek áldott Szent István napi ünnepet kívánunk. Köszönöm. Beszélgető társam Tóth Anna Róza, aki a Passzaiki Szent István templom kántora. Emellett még sok minden más, mint ahogy mindjárt kiderül. Szia, Anna. Szia. Róza. Először is kántori minőségedben kérdezlek, még pedig arról, hogy szokatlanul nagyon tele volt a templom, és mindig jó énekelni, mindig szeret énekelni és orgonálni, de most gondolom ez egy más érzés, más élmény volt. Igen, hát ezt már tudod rólam egy korábbi interjúból, hogy én nem így kezdtem, hanem már 30 éves voltam, amikor elkezdtem orgonálni, előtte zongoráztam, nem vagyok profi zenész. Tehát a tapasztalataimból gyűjtöm ki azt, hogy mikor, hogyan is kell ezt az orgonát regisztrálni, és én a szokásos vasárnapi, évközi vasárnapi regisztrációval kezdtem, és hogy elkezdett énekelni a tömeg, rájöttem, hogy hát ez kevés lesz, úgyhogy egy picit adtam még rá, még változtattam a regisztráción, és akkor így már élvezni lehetett azt, hogy ekkora tömeg énekel, és hozzászól az orgona. Ami még különleges volt, hogy nagyon sok gyerek énekelt. Az a te ötleted volt, hogy az első áldozó bérmálkozók is kötelező ajánlott módon megszólaljanak mind? Igen, hát nekem fontos a zene, és szerintem jó, hogyha a gyerekek is énekelnek, és igen, innen jött az ötlet, és kerestem meg ugye Tamást, hogy mi lenne, hogyha megtanítanánk egy éneket, és akkor ezt ők énekelnék el, és a végén pedig a híveket is, meg a szülőket is bevontuk. Igen, Tamás ugye a ifjúsági felelős, majd vele is beszélgetünk. Aki viszont itt segített neked, mert te fent voltál ugye az emeleten, az meg a testvéred, aki tengeren túlról van itt, mégpedig azért, mert a 4 gyerekedből 3 itt valamilyen szentséget fölvett, konkrétan 2 első áldozók, a Boróka pedig vérmálkozó lett. És a testvéred hogy kapcsolódik az eseményhez? Hát igen, mivel ő is ugye régóta énekel gyerekként, hogy amikor megkértem, hogy legyen ő Boróka keresztszülője, és vállalta, hogy ki tud utazni, akkor hát így könnyű volt belehúzni a zenélésbe, és ugye ő is templomi karnagy, úgyhogy Rákosszigeti templomi kórusnak a karnagya, úgyhogy így könnyű volt megkérni, hogy segítsen nekem, mert én onnan föntről az orgonától nem tudom a gyerekeket vezényelni. Így könnyű, mondhatom én is. Na és akkor emellett, szülő és kántor mellett van egy harmadik kalap a fejeden, és pontosabban egy ruha rajtad, mert hogy részt veszel a néptánc műsorban, amit hát most itt nincs itt a közönség, hogy nem tudjuk leülni, de hogy még meglepetés műsor van. Van gyerek és felnőtt produkció, és akkor mondd el, hogy ebben te hogy veszel részt. Igen, hát ugye gyerekek is táncolnak 3-an, a 4-ből ebben a produkcióban, amit összeállítottak. Mi pedig ugye a Csüröngölőben is és a Szilvafában is mindkettő New Brunswicki tánccsoport táncolunk, és ez most a Szilvafának egy kisebb csapata, válogatott csapata, és mindannyian szülők vagyunk, tehát akik táncolni fognak, azok mind kötődünk ide, ez a templomhoz. Nagyon jó mulatást kívánok, illetve nekünk nagyon jó szórakozást. Köszönjük szépen. Thank you.
búcsú. Után vagyunk, illetve közben lejárt az első áldozás és a bérmálkozás, még folyik a táncműsor, úgyhogy nagyon gyorsan elkaptam két olyan embert, aki nem csak a gyerekeket betanította, hanem felnőttként is részt vesz a produkcióban, Sahinger, Lívia és Tom. Sziasztok! Köszönöm, hogy vállaltátok, hogy gyorsan beugrottok ide, és újra beugrottok, és elmondjátok, hogy hány kalap van most a fejeteken, hány szerepben vagytok itt ma délután. Most éppen 0 kalap van a fejemen, ma azt hiszem, hogyha számoljuk, akkor abban segítettünk elsősorban a gyerekeket, az első áldozókat és a bérmálkozóknak tanítottunk be egy táncot, amivel nyitottuk a pikniket igazából. Erre mi is nagyon büszkék vagyunk, de főleg a gyerekekre vagyunk büszkék, mert nekik nem annyira gyakori itt a néptánc, és a nyár folyamán, amikor mindenki utazgat, meg nincs itt, azért jöttek a próbákra, és összeszedték magukat, és eléggé figyeltek, hogy egy eléggé komoly a produkció. Került színpadra. Igen. Igen, tehát itt tegyük magyarázatként hozzá, hogy ti alapvetően New Brunswickon, vagy annak közelében éltek, és ott jártok táncra, sőt vezettek tánccsoportot, és akkor most itt félig meddig, ugye Tomi mindjárt elmondja, hogy miért nem vendég, te pedig díszvendég vagy itt. A lényeg az, hogy az itteni nem profi tánccsoportot most színpadra készítettétek a nyáron, benne viszont vannak New Brunswickiak, például a ti gyerekeitek, akik erősítették ezt a tánccsoportot. Szóval Tomi, hogy kötődsz te ide a templomhoz, és miért itt első áldozók a gyerekeitek? Hát én ezen a környéken születtem, én itt nőttem fel, ez az én gyermekkori magyar közösségem Amerikában. Szóval ez egy fontos része az életemnek. Amikor visszaköltöztünk Kaliforniából, akkor a munka miatt, meg másokok miatt könnyebb volt a brunswicki a közösséghez csatlakozni, de mégis nem akartuk, hogy ezt kivágjuk az életükből, szóval a péntek esti, szombati napok sokszor ott vannak, és akkor vasárnap jövünk ide hittanra, és az anyukám is itt van, sokat segít a templomnak, és sokat dolgozik, szívére veszi a munkáját, amit a templomnak csinál, szóval legalább így van olyan kapcsolatunk is a nagyival, hogy az unokákat ide tudjuk hozni. Vasárnaponként ez egy biztos pont. Elmesélitek azt is, hogy a gyerekeitek első áldozása miért volt különleges a többiekhez képest? Mi nagyon szerettük volna, hogy a családdal együtt legyen meg az első áldozás, de nem tudtuk kivitelezni azt, hogy ők átjöjjenek Magyarországról, mert mind a kettő keresztülők Magyarországon élnek, és a Laci atya megengedte, hogy áprilisban csináljunk ott egy első áldozást, és ők már az én gyermekkori templomomba, a kereszt anyjának a gyermekkori templomába volt az első áldozás, ami egy kicsit közelebb állt a szívünkhöz. És akkor most ilyen második első áldozók voltak, és hol van az a magyarországi templom, ami közel áll a szívedhez? Az a kaposvári Szent Imre templom. De nagyon örülünk, hogy volt az a lehetőség, hogy itt is újra azokkal a gyerekekkel végigcsinálják, akikkel készültek most már több mint 2 éve. Együtt, a kis közösségük együtt legyen. Tehát, hogy a Tomi itt született, te pedig Magyarországon, és aztán kalandos úton kerültél ide, ezt is magyarázatként hozzáteszük, és akkor még egy kalapot szeretnék felsorolni, ami elsősorban a te fejeden van. Az itt a mise után volt egy fogadás, a fogadáson meg voltak gyönyörű szép torták, amiket te készítettél. Na ez hogy jön a képbe? Hát ez a kis vállalkozásomon keresztül történt, hogy én készítsem el az ünnepi tortát az első áldozóknak és a bérmálkozóknak, és nagyon szívesen tettem meg. Hát nagyon köszönjük, nagyon finom volt, köszönjük a táncot, köszönjük a felnőtt táncot, és elengedlek titeket, hogy befejezzétek a mai műsort, és utána egy nagyon jó pihenést kívánok. Azt hiszem, hogy elég hosszú volt ez a felkészülési időszak, és nagyon sűrű a mai nap. Sziasztok! Köszönjük szépen!
passzai kibúcsú első áldozás és bérmálkozáson vagyunk túl, illetve az azt követő műsoron, és két olyan lányjal szeretnék most beszélgetni, akik amellett, hogy felléptek bérmálkozóként, a néptáncon is részt vettek, oszlopos tagjai az itteni, sőt a New Brunswicki közösségnek is, és amellett ikrek. Sziasztok! Húsa, Anita és Viktória nevük. Szeretnélek titeket megkérdezni a mai napról. Milyen érzés volt, milyen élmény volt, és hogy készültetek rá? Nagyon örülök, hogy túlestem ezen, mert sokat kellett készülődni, ugye? De viszont a hittanra jártunk, hogy felkészüljünk már 2 éve, szerintem. Ez a második év, hogy hittanra jártunk. Szent könyveket is olvassunk, tehát azokból is tudtunk készülni. Igen. Azon kívül misére is járunk, legalább minden 2 hétben minimum, amikor a szüleink ráérnek, mi igazából egy fél órára lakunk innen, úgyhogy nem is vagyunk ilyen, olyan messze, de azért mi is próbálkozunk. Ugye a bérmálkozás mellett más feladatotok is volt azt követő műsoron föllépni. Ti New Brunswickon most már profi táncosok vagytok a Mákvirágban, és itt meg az itteni most létrejött, az ünnepre létrejött együttest erősítettétek. Erre hogyan készültetek? Hát igazából New Brunswickon is csak 3 éve táncolunk, úgyhogy az is új nekünk, még nincs 3 éve, de törekszünk, gyakorlunk, úgyhogy... És amit ott tanultunk, a lépéseket a Brunswickon, a Mákvirág tánccsoporton belül, azokat idehoztuk, és akkor itt fejlesztettük. Igazából a lépéseket, amiket itt tanítottak a tánctanárok, Sahinger Lívia és Sahinger Tamás, nem volt új nekünk, tehát mi csak bővítettünk azokon, nem kellett alapból megtanuljuk a lépéseket. Még egy picit visszatérve a bélmálkozásra, szeretném megkérdezni, hogy kit választottatok védőszentül, illetve milyen idézetet és miért? Én a Árpádházi Szent Erzsébet választottam nagyjából, mert a nagymamám elhunyt 2 évvel ezelőtt, és Erzsébetnek hívták, úgyhogy meg szerettem volna tisztelni evel, úgyhogy őt választottam, és nekem az maradt meg benne, hogy ő segített az embereknek, meg nagyon, nagyon szeretett az emberekkel foglalkozni, meg a gyerekekkel játszani, meg ott lenni a közösségben. És ez szerintem rám is vonatkozik, mert én is szeretek emberek köz lenni, úgyhogy gondoltam, hogy ez tökéletes lesz nekem is szentként. Én Szent Veronikát választottam védőszentemül és a Bérmakász nevemül is, az ő nevét vettem át. Én őt főképpen azért választottam, mert sok tulajdonsága házám kötődik, tehát nekem is vannak olyan tulajdonságok, amelyek nála is vannak, például a bátorság, a törődés, hiszen ő volt az, aki felkísérte Jézust a Golgotára, és aztán a kendővel megtörölte az arcát, ami benne maradt. Úgyhogy ő nagyon sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek velem is kötődnek. Úgyhogy én azért választottam. Rendben, köszönöm szépen, és áruljuk el a nézőknek, hallgatóknak, hogy ti nem csak közösségi emberek vagytok, meg bátrak, meg segítőkészek, hanem ügyesek is. Ugyanis kézműveskedtek, ti még nem vagytok felnőttek, de már gyakorlatilag egy kis saját vállalkozásotok van, és a New Brunswicki Magyar Napon például árultok. Na ez honnan jött ez a mind a vállalkozó szellem, mind a kézügyesség? Tehát 2017-ben, úgyhogy olyan 5 évvel ezelőtt, karácsonyra tulajdonképpen az Anita kapott egy könyvet, és akkor onnan kezdtük fejleszteni a tűnemezelést, igazából nem a vízes nemezelést, alapból kezdtük, és akkor azt fejlesztettük az idő folyamán, bővítettük, és akkor így jöttek a babák készülése, az ilyen törpék készülése, ilyen nagyobb darabok is majd készültek, és azt időnként fejlesszük. És közben jöttek a vásárok, itt közelben is arra is elmentünk, és jól sikerült, és akkor mentünk tovább, és most is megyünk még, úgyhogy most jelenleg Pennsylvania államba járunk vásárokra, New Jersey-be is járunk sokra, és New York államba is. Eláruljátok azt is, hogy hol lehet titeket, illetve a termékeket megtalálni, amiket árultok, vagy amiket készítetek? Tehát a cégünknek a neve az The Wall Creations, angolul van nyilván. Nekünk van egy weboldalunk, az Etsy által, nem tudom, hogy ki ismeri azt, de egy ilyen direkt ilyen kézműveseknek van egy ilyen online platform, és akkor ott áruljuk. És azon kívül vásárokra járunk itt a környéken.
meg ezzel az AC-t akartam mondani, hogy ilyen kicsi cégeket támogat, mint mi, úgyhogy elhatároztuk, hogy arra rakjuk fel. Nemzetközi, külföldi, mindenki megtalál, aki keres, tehát nem olyan, hogy itt a környéken vásárolható, hanem világszerte meg lehet venni a termékeinket. Hát le a kalappal, nagyon sok sikert kívánok, egy áldott vasárnapot, pihenőset, mert most már rátok fér, és aztán további jó munkát minden szempontból. Köszönjük szépen! Két első áldozóval beszélgetünk most, Polgár Botond és Kelemen Attila. Sziasztok! Szervusz! Szervusz! Attila Botond, ma volt az első áldozásotok, ugye? Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen élmény volt, hogyan készültetek rá, jártatok hittanra is, ugye? Igen, jártam hittanra. Mi meg otthonról néztük a hittan videókat múlt évről. Azaz otthon neked most hol van? Puerto Ricóba. Bizony, a családod ott él egy pár éve, ugye? De a nagyszülők itt vannak, úgyhogy amikor csak tudtok, akkor jöttök ide, és a hittant egy online végezted el. Maga az itteni műsor, a program, az ünnep, a szentség milyen volt? Nagyon jó. És nekem? Nagyon tetszik nekem minden itt, ugyanúgy, ahogy Puerto Ricóban is vannak érdekes dolgok, de itt mégis nagyon-nagyon tetszenek a dolgok. És a mai ünnepségből mi tetszett a legjobban nektek? A fogadás. A fogadás, ahol ültetek, és kaptatok, mit kaptatok? Tortát. És neked mi tetszett a legjobban? Nekem, amikor volt a néptánc, igaz, hogy nem szerepeltem, akkor is nagyon-nagyon szépen táncoltak a többiek. Köszönöm, és akkor még annyit meséltek a családotokról, hogy itt születtetek, és hány testvéretek van? Nekem 2 testvérem van, és mind az összes testvérem itt született, még én is. Az én vagyok a legidősebb a családomból. Van 3 kis testvérem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Szívesen. Szívesen. A mai passzaiki búcsú első áldozás és bérmálkozás egy különleges szentmise volt, és az egyik különleges résztvevője Dorogi Zoltán. Most őt kérdezem a mai napról. Szervusz Zoli. Szervusz Zoli. Szia, Edikó. Azzal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, ami valószínűleg minden nézőt és hallgatót érdekel, hogy hát nem egy átlag korosztály a tied, sem az első áldozás, sem a bérmálkozás tekintve. Mi több, te ezt a 2 szentséget most egyszerre vetted föl, mi több a fiaddal együtt. Úgyhogy ennek a hátteréről mesélj nekünk egy kicsit. Köszönöm. Hát eléggé különleges volt a gyerekkorunk, úgymond én is a kommunizmus alatt nőttem fel Magyarországon, tehát és soha nem forszíroztak minket se a nagyszülők, se a szülők, de megkaptuk az alapoktatást úgymond katolikus és református valláshoz, és mindig azt mondták, hogy ma saját magunk eldöntjük. Én mindig kérdeztem öcsémmel együtt, hogy mi volt a háttér, hogy ők miért nem járnak templomba többé, soha nem mondtak erről semmit nekünk sajnos. És úgy éreztem most, nem pont a fiam által, de úgy éreztem, hogy a nonoka testvérének a férjével, Nincs Gáborra, hogy eljött végre az idő, hogy megkeresztek egy 2 éve, és elindultam ezen az úton saját magamtól. És akkor ennek gyakorlatilag egy technikai megoldása volt az, hogy első áldozó és bérmálkozó egyszerre legyél, mert itt most idén a 2 eseményt összekötötték, és ráadásul augusztus 20-ai Szent István ünnepre tették, hiszen Veres püspök úr most tudott eljönni. Milyen érzés volt ezt megélni, ezt a 2 ünnepet, és ne felejtsük el a fiadat is, tehát szülőként azt mondhatjuk, hogy 3 ünnepet. Hát nagyon megható volt igazából, a felkészülés is nagyon sokat segített Laci atyával, mert megvolt az egésznek a keretje hozzá, és mindazt, amit korábban tanultam életemben az új szövetségről, ó szövetségről, az mindig igazából keretbe foglalt ezt az egészet, de nagyon fantasztikus, felemelő az egész.
És akkor ezt még erősítsük meg, hogy tehát nem csak itt a végén vettél részt, hanem te egy éve jártál hozzá felkészítőkre. Tehát itt van elég aktív hittanélet, és veled viszont külön egyénileg foglalkozott. Jó, és akkor szülőként egy kicsit arról beszélni, hogy milyen volt a fiadat első áldozónak látni, ha jutott arra energiád? Persze, szóval ez is szintén nagyon felemelő és megkit volt, mert szülő mindenképpen más szempontból látja a saját gyerekét, ha végigmegy egy katolikus vagy bármilyen vallási elkötelezettségen, de igazából így még jobban részese tudok lenni a mindennapjának, és mind többet tudok tanácsot adni neki szintén. Szóval. Minden bérmálkozó választ magának egy védőszentet. A tiéd kicsoda és miért? Hát az anyanyi nagymamám mindig nagyon sokat támogatott minket, és mindig mondta igazából, hogy a szeretet nagyon fontos. Tehát minden más mellett is, és hogy ezt tartsuk meg mindig. És ki lett a védőszent, akit választottál? Mert ez az idézethez kapcsolódik. Akvinói Szent Tamást választottam hivatásom miatt is, és egyrészt az életútja miatt is. Rengeteget kellett tanuljon, és rengeteg minden helyről kinyomták őt, és emellett mégis nézzük csak, hogy hová jutott el. Köszönöm szépen, és kellemes ünneplést kívánok nektek a nagy családdal. Köszönöm szépen. Passzaiki templomban vagyunk továbbra is. A búcsú, az első áldozás és a bérmálkozás után kint zajlik a piknik, mi pedig itt beszélgetünk. A mostani beszélgetőtársam pedig egy meglepetés vendég, Csete Iván atya. Én nem számítottam, hogy ön itt lesz. Mi történt? Benne volt a forgatókönyve, vagy pedig ez egy meglepetés volt, hogy itt láttuk önt is? Hát ugye részben meglepetés olyan értelemben, hogy terveztünk egy busz, kirándulást Passaikban, New Yorkból a hívek, a Szent István volt hívei, most a Szent József nevű templomban, a német templomban jönnek össze szentmisére, hogy elmegyünk Passaikból, magyar szolidaritásból. De hát ugye sajnos ugye öregszik az ember, és a szegény New Yorkiaknak nem volt kedvük eljönni, úgyhogy hárman jelentkeztek, és az nem volt elég egy buszra, úgyhogy gondoltam, fenegyen meg, akkor mostan lesz nektek angol misétek, és én elgyövök magam. Mert ugyanis Iván atya, ugye minden második héten felváltva Balogh Laci atyával ott miséznek, tehát akkor most Iván atyának ott kellett volna lennie, de eljött hozzánk inkább, hát köszönjük. És milyennek látta ezt az eseményt? Ugye legutóbb New Yorkban is volt első áldozás, egy kisebb létszámban, de ott 10 év után először. Itt viszont egy kicsit sűrűbben, gyakorlatilag minden második évben van, de ekkora esemény itt is ritka. Ugye volt 10 bérmálkozó és 16 első áldozó. Milyen volt onnan nézni őket? Hát ez egy remek dolog, egy abszolút sikeres, nagyszerű rendezvény volt a hívek részéről, hazafias és keresztény vállalkozás, ami gyönyörűen sikerült. Élveztem a gyermekeknek, a fiataloknak a táncait, csodálatosak voltak, és gratulálni tudok csak a oktatóknak, és ugyanakkor az első áldozók és a bérmálkozóknak a gyönyörű megjelenését, gyönyörű szép ruháik és fegyelmezett magatartásuk, csak a legjobbakat tudom mondani. Iván atya, mi, ha visszamegy innen, New Yorkba, milyen gondolatokkal megy innen el? Hát azokkal a gondolatokkal, hogy majd valahogy kicsit, ahogy mondjuk a jó magyarság, a gatyába rázzuk egy kicsit a New Yorkiakat, mert rájuk fél. Passaiki búcsú, első áldozás és bérmálkozás egy nagy esemény a templom életében, amire már nagyon régóta készül nagyon sok ember. Az eredményt láttuk a templomban, láttuk a színpadon, látjuk az ételes sátrak között, de hogy ténylegesen mi zajlott a sátrak mögött, illetve a konyhán, azt most fogjuk megtudni Horváth Istvántól, aki nem csak mindig ott van a konyhán, hanem egyébként a tanács elnöke is.
ebben a posztjában is kérdezem. Először akkor arról, hogy régóta sok első áldozás, sok bérmálkozást láttál. Ha jól sejtem, ez egy különlegesen nagy mértékű esemény, vagy léptékű esemény volt az előzőekhez képest. Sokkal nagyobb volt itt, mint bármikor azelőtt, köszönhető Laci atyának, és hogy összehozta a fiatalokat, és a fiatalok tényleg fogékonyak a templom iránt, és részt akarnak venni a templom életében. Igazán ez egy nagy lépés nekünk, mert igazán nem volt sose ennyi gyerek, mint amennyi ma van. És évről évre több lesz, úgy néz ki. Szóval örülök neki. Igen, egyrészt sok a nagy családos, másrészt úgy tűnik, hogy sok az elkötelezett család. Reméljük, hogy ez hosszú távon is így marad, ugye, mert behozni se könnyű, de megtartani még nehezebb. Így van. Ezért nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyi gyerek van nálunk most. Végül ők a jövő. És akkor menjünk a konyhába. Nyilván ez egy abszolút pozitív értelemben gondolom. Én azért közelről is láttam, hogy a konyha hogy működik a te felügyeleted alatt, és bizony ott nincs ennyi gyerek, és nincs ennyi család. Tehát ott nagyon kevés család állja a sarat. Most viszont azt gondolom, erősítsd meg, légy szíves, hogy azért csak több család részt vett a háttérmunkában, mint általában egy-egy vasárnapi ebédkor, amikor gyakorlatilag te, a családod, még egy másik család szokta az egészet elkészíteni. Szóval hányan voltak, mióta készültök, mivel készültetek? Hát volt egy-két új ember a csapatban, hogy úgy mondjam, de van egy mag, aki mindig részt vesz, az én családom, és most is volt egy 2-3 ember, akit kívülről jött. Hát ez az is hozzátartozik, hogy az sem mióta túl sok ember van a konyhában. Sokan kritizálnak ezért, hogy mindenki akar jönni. Nem lehet, nem férünk el, ez nem jó. És hogy mondjam? Hát sokan sokfélét is akarnának. És mint én, mint a főnök, make me crazy all the time, and what can I do? Mit csináljak? Szóval kaptam már kritikát emiatt, hogy azt mondom az embereknek, hogy nem kell ennyi ember, csak elég 2-3 ember. Szóval ez egy 5-6 ember azért kell a konyhán, de annál több nem. Ezek tudják handle-ölni ezt az egész dolgot. És most is elég volt ennyi ember? Igen. És mit készítettetek? Hát ez a traditional thing, ez a Laci pecsenye, sült kolbász, töltött káposzta, és marha pörkölt volt ebben az évben. Köszönöm, és sütemények az ugye más valaki készítették? A süteményeket az úgy van, hogy kérjük meg az asszonyokat, a családokat, hogy hozzanak, és mindig hoznak is, és azt áruljuk, amit kapunk, basically. Köszönöm. És akkor még egy háttérmunkáról szeretnélek kérdezni. A Laci atya meg is említette a misén, hogy a püspöki konferencia elnöke, vagyis a vendégünk, Veres püspök úrnak köszönhető, ő írta alá azt a segítséget, aminek köszönhetően te és a többek között Keresztes Feli, igen, és a csapatot ilyen alaksori munkát végeztek. Akkor mondd el, légy szíves, te, hogy mi volt ez. Igen, hát nagyon örülünk neki, hogy a Laci atya segítségével meg tudtuk kapni ezt a pénzt a püspök úrtól. Nagy segítség volt, mert enélkül nem tudtuk volna megcsinálni ezt a befektetést. Szerettünk volna minél több helyet adni a gyerekeknek, meg a könyvtárunkkal van probléma, a gyerekek elveszik a helyet a könyvtárból, ez adott egy lehetőséget arra, hogy a könyvtárat egy más helyre tegyük, és a gyerekeknek is legyen helyük, meg a könyvtárunk is megmaradjon. Ami azt jelenti, hogy itt a templom épületéhez kapcsolódó másik épületnek az alaksorában most gyakorlatilag egy új helységet hoztatok létre, ugye? Teljesen új helységet. Ja, két dolgozószoba van benne, két fürdőszoba és egy nagy helyiség, a könyvtár lett kialakítva. Köszönöm szépen. További jó munkát, aztán meg jó pihenést kívánok, István. Köszönöm szépen. Augusztus 20-ai
Szent István templomi búcsú, első áldozás és bérmálkozás lassan véget ér. Utolsó beszélgető társam az az ember, akinek köszönhetően alakult nagyon sok minden itt a templomban és a templomon kívül. Marsall Tamásnak is, mint ahogy itt néhány embernek, akivel beszélgettünk, sok kalapja van. Az egyik a ifjúsági felelős, egyébként minisztráns felelős is, cserkészvezető is, de ezekről majd mindjárt őt kérdezem. Szia Tomi, és köszönöm, hogy itt vagy, és hogy beszélgethetünk. Először is akkor az ifjúsági felelős Marsall Tomit kérdezem arról, hogy ez a 10 bérmálkozó és 16 első áldozó, ennek a felkészítése hogy zajlott? Vasárnaponként kétszer vagy háromszor egy hónapban tartunk hittanórát a Magyar Szent Mise előtt. 4 csoportban dolgoztunk, most a következőben 5 csoportban fogunk dolgozni. Idén 45 gyerek volt a hittan csoportokban, ma 10 fiatal bérmálkozott és 16 volt első áldozó, de ezen kívül vannak nagyon kicsi gyerekek, akik óvodások, és még az első áldozás előtt vannak, vannak, akik a két szentség között vannak, ott lesz idén 2 osztályunk is, és 45 gyerek van, ami egy nagyon nagy létszám, még az én gyerekkoromban se volt ennyi, én itt nőttem fel, és most ez a egyrészt, akik mi itt nőttünk fel, a mi gyerekeink járnak, másrészt olyanok, akik az elmúlt 20-30 évben jöttek a Magyarországról, vagy máshonnan ide a környékre, és csatlakoztak hozzánk. Köszönöm. Én ugye 1 éve vagyok itt, és nekem is van 3 gyerekem, akit a többek között te és a többi hitoktató tanított, és én azt látom, hogy amellett, hogy vannak rendszeresen alkalmak, ami nem mindenhol van, te egyenként is megszólítod emberhalász módjára az összes gyereket, családot. Tehát nem tudom megszámolni, hány személyre szóló SMS-t, üzenetet, e-mailt, mindenféle módon kapcsolatot teremtesz velük, és az ember azt érzi, hogy neki jönni kell, de ez belülről is jön, csak te erre mindig rá segítesz. Ez rengeteg idő és energia, de azt gondolom, hogy csak így működik, mert egyedül a pap, legyen szó egy aktív papról, mint Balú Laci atyáról, de egy idősebbről is ezt képtelen lenne csinálni. Tehát az ifjúsági felelős pozíció, ez, ami nem sok helyen létezik szerintem amerikai magyarok közösségében sem, ezt te nagyon betöltöd, nagyon aktívan betöltöd. Jól gondolom, hogy sok munka van mögötte? Köszönöm szépen. Lehet, hogy van benne munka, de az ember azért csinálja, mert szereti csinálni, és akkor az a munka nem igazán munka, hanem inkább hivatás, meg közösségépítés. Szóval én szeretem csinálni, és azért nem fáj annyira, de azért eszembe jutnak emberek, akikkel kell beszélni, emlékeztetni kell őket, és foglalkozni kell velük. Velük az a te családodra is vonatkozik, ugye? Mert hogy neked is van 4 gyereked, akiből most egy bérmálkozó volt ugyancsak, de az első, a hittanórákra ők is járnak, és egyébként akkor áttérhetünk a másik 2 feladatodra, ugye minisztránsokat is te fogod össze, és most is itt voltál végig a Szent Misén az oltár és az ő közelükben, tehát ez a feladatod is van. Ami passzaikon van létszámban, minisztráns, az megint csak egyedülálló, azt gondolom lehet, hogy az egész amerikai magyar közösségben. 12-13? Igen, 12 minisztráns van, ami megint egy olyan szám, ami már nagyon régóta nem volt, és ezek a fiúk, ezek szeretnek járni, és szeretik egymás társaságát, és persze, amikor először jönnek, akkor félnek. Ja, én nem fogok csengetni, én nem viszem ezt, nem csinálom azt a feladatot, és most, hogy megtanulták, és egymás mellett tudják csinálni, úgy harcolnak azért, hogy ki lehet a csengető, ki lehet a napos, ki lehet, aki valamelyik feladatot elvégzi. És ezen felül én az egyháztanácson belül a liturgiai bizottság vezetője vagyok, szóval a minisztránsokon kívül még ilyen rendkívüli ünnepekkor, mint ma, vagy nagy héten, vagy karácsonykor segítek az atyának az ilyen liturgiai előkészületekbe, az úrnapi körmenet szervezésével, meg ilyesmi. És ez egy remek lehetőség, hogy fiatalokat, de idősebbeket is belevonjunk az egyházközség ilyenfajta munkájába is. De ezen kívül még, ami mind a két kalap alá tartozik, az, hogy havonta először egyszer, most már 2-szer azt csináljuk, hogy levisszük a gyerekeket az ige liturgia alatt, amikor kezdődnek az olvasmányok, és lent a,
az úgynevezett Szent Imre teremben, az ifjúsági teremben képpel betanítjuk az evangéliumnak a történetét, és utána mindig van valamilyen kézműves vagy játék, foglalkozás, amivel gyerek szinten megtanulják azt, hogy miről is van ma szó. És ez is olyan, hogy amikor elkezdtük, olyan 15-20-an mentünk le, most is olyan 40-45-en mennek le havonta egyszer-kétszer. Amikor elkezdjük, akkor itt sorakoznak mindig az oltár előtt, hogy áldást kérjenek atyától, és ez egy nagy templom, és faltól falig áll a gyerek, és azt hiszem olyankor én is, meg más is látja, hogy azért mennyire nagy áldás az, hogy ilyen sok a fiatal a templomban. Hát olyankor azért elég sok meghatott arcot lehet látni. Azért az idősebb generációknak is, nekted, nekünk szülőként is szép dolog, de nekik meg még inkább, mert valahol egy kicsit visszakapják azt, amit már régen elvesztettek le. Az ő idejükben lehet, hogy még voltak ilyen sokan, de ugye ez természetszerű a fogyás és az átalakulás. Tehát én is azt látom, hogy ők is nagyon meghatódnak ettől, és ezért jó, hogy ide kihívjátok őket, mert akkor egy olyan látványos, ahogy elvonulnak, és ez mindenkit megéri. És a mai gyereket így lehet megfogni, hogy így kell evangelizálódni, hogy nem elég nekik, főleg külföldön nem minden gyerek beszél olyan jól magyarul, mint Magyarországon, és lehet, hogy nem értik például az evangéliumnak, vagy a Szentbeszédnek a szövegét, de így legalább élményszerűen megtanulják azt, hogy miről van szó, és akkor abból visznek valamit haza magukkal, és máskor vissza akarnak jönni, mert a barátok is mind ott vannak. Na, a barátokról jut eszembe a másik, harmadik, negyedik kalapod, ez pedig a kerületi cserkészparancsnokság, és itt a lényeg a cserkész szón van, mert nyilván ide eljutottál, de ez egy hosszú utat, te is egy majdnem, hogy született cserkész vagy. Én egész életemben cserkész voltam, 6 éves korom óta, édesanyám is cserkész volt, és hát itt ebben a helyi csapatban nőttem fel, ahol kis cserkész voltam, utána az őrsvezetői koromban kis cserkészekkel foglalkoztam, és 8 éven keresztül foglalkoztam kicsikkel, utána a helyi csapatnak voltam a parancsnoka majdnem 14 évig, de a külföldi Magyar Cserkész Szövetségben más feladatokat is vállaltam már az évek során. Jelenleg én a kerületi parancsnoka vagyok, a harmadik kerületnek, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államokért és Venezueláért vagyok felelős. Ebben a két országban van kb. 16 városban cserkész csapat, akiknek a munkáját próbálom támogatni. És ebből azért a szíved csücske, ha gondolom, vagy remélem, a Garfieldi csapat, ugye oda járnak a gyerekeit, az megint egy rendhagyó abból a szempontból, hogy meglepően, vagy hát az elmúlt azok alapján, amit mondtál, nem meglepő, de hogy mégiscsak átlagosan sokkal nagyobb a létszám a Garfieldi cserkés csapatban, mint máshol, és erre most azért jó nagy rálátásod is van. Igen, a 80-as években viszonylag kevesen voltunk, és azt mondanám, hogy a 90-es évek közepe óta felfele íven vagyunk, hogy létszámban meg egyre jobban látogatjuk a vezetőképzőtáborokat, ami mindig az erős jövőnek a jele, mert akkor a mi fiataljaink megtanulják azt, hogy kell másokat vezetni, és ennek általában egy majdnem egy gombaszerű jó jele van, hogy most a jövőben egyre több gyerek lesz, mert sok a vezető, aki tud velük foglalkozni. Utolsó kérdés a templom meg a cserkészet kapcsolata. Erről már mi sokat beszélgettünk, te már nagyon sokszor el is mondtad sok alkalommal, hogy ott tud fennmaradni a magyarság Amerikában, a diaszporában, ahol a cserkészet és a templom összefog, együttműködik. Ennek itt egy nagyon erős példáját látjuk, és ennek a egyik alapembere, vagy fő mozgatója vagy te. Mit gondolsz? Köszönöm. Hát a Bodnár Gábor, aki a Külföldi Magyar Cserkész Szövetséget alapította nagyon sok évvel ezelőtt, egyszer mondta itt Garfielden, hogy ott erősek a magyar egyházak, ahol van magyar cserkész csapat, és ott erősek a magyar cserkész csapatok, ahol van magyar egyház. És ez így van, mert mi teljes embereket nevelünk, ez nem csak magyarul cserkészet, vagy magyarul templom, ez magyar cserkészet, magyar templom, magyar embereket próbálunk nevelni, és hogy lehet a lelki oldala nélkül a nemzeti oldalt építeni, és fordítva, mi teljes embereket építünk, és igazán egymásra számítunk, nagyon praktikus okoknál fogva, de nevelési okoknál fogva is, mert igazán
éppen beszéltünk a napokban arról, hogy ha azt akarjuk, hogy erős legyen a cserkész csapat, akkor kell, hogy erős legyen a magyar nyelvtudás, ahhoz kell egy hétvégi magyar iskola, ahol az írás, olvasás, beszélést végigtanulják, és azt alkalmazzák a cserkészetben, és ugyanígy a templom körül kerek embereket próbálunk nevelni, hogy lelkiekben erősek legyenek a hittanon, meg ezeken a gyerekfoglalkozásokon, de a magyarságban is, és ezt kiegészítjük mi a Lantéstól munkájával, a Lantocskával, meg más hasonló programokkal, hogy mi ezt mind elvégezzük, és magyarul végezzük. Tegyük hozzá, hogy a Lantéstól meg a Lantocska, annak a gyerekcsoportja, ez egy hagyományőrző csoport, ami itt Passaikon működik az egyház keretein belül. Köszönöm a beszélgetést, Tomi, én azt látom, hogy amit mondtál, az nagyon kereken lezárja és megerősíti, amit a püspök úr is mondott. Ugye egyrészt azt mondta, hogy vigyázzunk a test mellett a lélekre, a kettőt együtt, ugye így a teljes ember, illetve a hitre és a magyarságra együtt. Hát mit csináltok, ez mindenről szól, jól gondolom? Igen, nem kell választani a kettő között, hanem mind a kettő nagyon fontos. És a kettő együtt megerősíti egymást. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.